Lezárult az Európai Uniós fejlesztési ciklus, mely Tolna számára számos beruházást eredményezett, fejlesztve ezzel a város infrastruktúráját élhetőbbé, komfortosabbá tette a települést. A város önkormányzata arról tárgyalt, milyen koncepció mentén határozzák meg a következő pályázati időszakban a fejlesztési elképzeléseket. Nagyon fontosak és nagyon számottevőek azok a fejlesztések, amik én azt gondolom, hogy az itt élők életét tették könnyebbé. Ilyen például az idősek napköziének, az Árpád utcai intézménynek a felújítása, megújítása volt. Ez egy nagyon szép épület lett, és az idősek azóta úgy tűnik, hogy még szívesebben látogatják ezt a létesítményt. Aztán az elmúlt időszakban épült például a Magház is, ez egy turisztikai műszaki bemutatóhely. Ekkor épült az uszoda is, ami ugyan nem városi projekt, de hát a város is ehhez nagyon komoly összeggel, mint egy 90 millió forinttal járult hozzá, tehát ez is egy közös állami és önkormányzati beruházás volt. Az elmúlt időszakban lett a Mözsi Művelődési Ház felújítva, a Szennyvíztelep egy mintegy 1,5 milliárdos támogatásból felújítva. Aztán amit talán a legtöbben használnak, az a Dunapart megújítása. Tehát ezek mind, vagy az iskolai épületek energetikai korszerűsítése, ezek mind-mind olyan beruházások voltak, amik nagyon fontosak, és ne felejtsük el a legutoljára átadottat, a kerékpárutat, ami faddal, illetve domborival köti össze a települést. Nagyon szívesen használják nem csak a tolnaiak, hanem az itt élők is. És akkor most nem beszéltem egyébként az úgynevezett kicsikről, tehát a két civilház felújításáról, játszótereket hoztunk létre a vásártéren, Mözsön, a Dunaparton. Aztán nagyon sok civil egyesületet tudtunk támogatni, ifjúsági fúvószenekart, alapítványokat, egyesületeket, akik programokat szerveztek itt, és volt két EFOP-os pályázatunk is, a városnak kettő, és intézményeinknek is volt egyébként, a kulturális központnak és a családsegítőnek is, amik több éven áthúzódó úgynevezett soft programok voltak, ahol a munkába visszavezetést segítették, vagy háztartási praktikákat például a hölgyeknek, és tényleg nem szeretnék semmit kihagyni, de rengeteg program volt, és ez mind-mind olyan, én azt gondolom, amit jó lenne folytatni a jövőben is. Az önkormányzat most azon dolgozik, hogy a következő ciklus irányelveit kidolgozzák, mondta Appelszófer Ágnes. Én felkértem a képviselőtestület bizottságait arra, hogy egy rendkívüli ülésre készítsenek elő egy olyan anyagot, amit ők gondolnak. Mert hogy mi bent a hivatalban a többi városvezetővel egy bizonyos irányt már megszabtunk, de ez korán sem biztos, hogy jó irány, sőt szinte egészen biztos, hogy nem teljes. Úgyhogy én azt várom a képviselőtestület bizottságaitól, hogy kiegészítik ezeket az ő ötleteikkel, és meghatározzuk azokat az irányokat, amiben a város további fejlődését látjuk. Ez egy nagyon fontos lépés egyébként a város életében, mert most ugyan, és sokszor úgy tűnik, hogy papírokat gyártunk, de nagyon fontos az, hogy ne ötletszerűen történjenek a fejlesztések, hanem egy előre meghatározott irányba történjenek meg azok, és nagyon fontos az is, hogy ez minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága legyen itt a városban. Tehát ennek nyilván megvan a maga menete, mi felállítunk egy koncepciót, és arra magának az integrált területfejlesztési stratégiának az elkészítése során pedig úgynevezett társadalmi egyeztetésre fog sor kerülni. Ez azt jelenti, hogy véleményezhetik a lakók, lehetett nekik is ötleteik, úgyhogy ez egy első lépés, és remélem, hogy a következő fejlesztéseinket minél szélesebb körben tudjuk majd elfogadtatni az itt élőkkel. A koncepció tervezet elfogadása mellett a város önkormányzata arról is döntött, rendkívüli támogatásban részesíti a kézilabdaklubot. Az a sajnálatos esemény történt ugye az elmúlt időszakban, hogy a kézilabdaklub elnöke elhalálozott, Takács István, és nagyon jó volt mindig is a kapcsolatunk a kézilabdaklubbal és elnök úrral, de nyilván a betegsége nyomán már a papírozás az már nem feltétlenül úgy működött, nyilván a betegségéből kifolyólag, ahogy az teljesen szabályszerű lett volna, és ez azt mondta maga után, hogy nem tudtuk kiemelt sportegyesületté nyilvánítani vagy fogadni a tolnai kézilabdaklubot, de mindenképpen az volt a szándékunk, hogy támogassuk a jövőben is őket, hiszen ez egy nagyon fontos sport, és nagyon sok gyermek és fiatalkorú kézilabdázik a mai napig is még Tolnán.
Ugye a képviselőtestület úgy döntött, hogy ugyan nem kiemelt sportegyesület, a Tolnai Kézilabda Klub, de ebben az évben 1 millió forinttal támogatjuk az ő működésüket. A tavalyi esztendőben a pandémia miatt nem kerültek kiírásra a közművelődési pályázatok, hiszen nem lehetett rendezvényeket szervezni. A helyzet változásával ismét megteremtette Tolna önkormányzata a közösségek számára pályázható pénzügyi alapot 2 millió forint összegben. Ezzel együtt a megvalósítás határidejét is kitolta 2022. júniusáig.